probléma a munkaerő utánpótlása. Az építőipari vállalkozások egybehangzóan állítják, hogy súlyos szakemberhiány van. Szívtudatosság hónapja. Aktívabb életmódra váltva akár 50%-kal is csökkenthető a szívroham kialakulásának esélye. Új gyógyszerazonosítási rendszer. Az összes újonnan legyártott gyógyszert egy QR kóddal látják el, ami a hamisítást is segít visszaszorítani. Rengeteg építkezés azért csúszik, mert nincsen elegendő szakképzett ember a munkaerőpiacon. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Lényeges lenne egy új fiatal szakembergárda kinevelése, ugyanis folyamatosan súlyosbodik az építőipart is érintő szakmunkás hiány, állítják az ágazat szereplői. A megfelelő szakember létszámot csak több év alatt lehetne elérni, azonban külföld mellett Budapest és a Nyugat-Dunántúl elszívó ereje is hatalmas. Az építőipari szektorban lévő cégek működésének legfőbb akadályává vált, hogy minden szakmában jelentős munkaerőhiány van. Ennek az az oka, hogy az eddigi években háttérbe szorult a szakmunkás képzés. Pályer Attila televíziónknak elmondta, a képzési kínálatot tekintve nem állunk rosszul, az építőipari ágazatban jelenleg is 400 főt képez a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. Ebből kb. 150 főt képzünk szakgimnáziumba, szakközépiskolába, tehát 14-18 éves korosztály közötti tanulókat, és kb. 250 főt képezünk felnőtt oktatás keretében, tehát magyarul, aki már 18 év elmúlt, és végül is a csillagos ég a életkorbeli határ. Hogy ez a szám mennyire jó vagy rossz, igazából a munkaerőpiac tudja megítélni. El tudom mondani azt, hogy körülbelül ebben az ágazatban minden szakmában képzünk egy-egy osztályi tanulót. Ami igazából kimagasló számú, ez körülbelül azt jelenti osztályonként 30-35 fő, például burkolóban, kőművesben, de a feltöltetés keretében meglepően burkolóból 101 főt képzünk jelenleg, és hegesztőben is képzünk 38 főt. A megfelelő szakember létszámot csak több év alatt lehet elérni. A szakképzési centrumnál nappali tagozaton évente közel 60 fő, felnőtt oktatás keretein belül évente nagyjából 125 fő szerez különböző építőipari szakképesítést. Több ok lehet, ami miatt ez a létszám mégsem jelenik meg ténylegesen az építőiparban. A végzett tanulóink közül lehet, hogy mindenki elhelyezkedik az építőiparban, de lehet, hogy nem pont a megyében. Mert tudni kell azt is, hogy a Budapest és a Nyugat-Dunántúl elszívó ereje hatalmas, illetve meg kell műtenünk a külföld elszívó erejét is, és ebből különösen lehet, hogy a megye nem tud olyan erőt csábítani a diákok felé, vagy olyan erőt a diákok felé, ami csábítóvá válik, hogy itt maradjanak helyben a megyében. A feltöltetésben végzetteknél az az érdekes kérdés vagy probléma, hogy legtöbbször őket a cég iskolázza be, vagy azért, mert nem volt végzettsége, és szerezzen meg, vagy a cégnél szeretnő magasabb szintre lépni a tudását tekintve. Tehát magyarul ő nem kezdi potenciális munkaerővállalóként a munkaerőpiacon, hanem ezeknek csak egy része. A szakképzési centrum mindent megtesz annak érdekében, hogy megismertesse az érdeklődőkkel a különböző szakmákat. Pályaorientációs foglalkozásokkal, bőrzékkel és kiállításokkal igyekszenek közelebb hozni azokat a leendő hallgatókhoz. A legfontosabb mégis az, hogy felhívják a figyelmet a szakmatanulás fontosságára, és a szülőkön keresztül elérhetőek legyenek a tanulni vágyó fiatalok. Összeült a Nyíregyházi Smogriadó Bizottság, mely a jelenlegi légszennyezettségi és meteorológiai adatok alapján a füstköd riadó tájékoztatási fokozatának fenntartása mellett döntött. Közleményükben azt írják, hogy a szállópor szennyezettség éjszaka a legmagasabb, ezért arra kérik a lakosságot, hogy az esti és reggeli órákban lehetőleg kerüljék a szabadban végzett megterhelő fizikai munkát vagy sporttevékenységet, és a szellőztetést a déli, kora délutáni órákban végezzék. A légszennyezettség romlásának elkerülése érdekében arra kérik az autósokat, hogy lehetőség szerint utazzanak tömegközlekedéssel, kerékpárral vagy gyalogosan, valamint felhívják a lakosság figyelmét, hogy fűtésnél a szilárd tüzelés helyett a gáztüzelést részesítsék előnyben. Hangsúlyozták, továbbra is tart a tűzgyújtási és égetési tilalom is, melynek betartását a közterület felügyelet fokozottan ellenőrzi. A meteorológiai előrejelzések alapján ma este megélénkülhet a délnyugati szél, és szerdán érkezik egy hidegfront, amely a levegő minőségben javulást okoz, tette hozzá a bizottság.
Február a szívtudatosság hónapja. Ennek kapcsán a szakemberek fokozottan felhívják a figyelmet az egészséges táplálkozásra, a megfelelő mennyiségű mozgásra és a káros szenvedélyek elhagyására, vagyis az életmódváltásra. Ugyanis ha egy mozgásszegény életmódról aktívabb életmódra váltunk, 50%-kal csökkenthetjük a szívroham kialakulásának esélyét. Európában már jó ideje minden évben valamilyen szívbetegség okozza a halálozások majdnem felét. Ez a statisztika hazánkban is érvényes. Magyarországon közel kétszer annyian vesztik életüket szív- és érrendszeri megbetegedésben, mint daganatos betegségben. A nemek közt is van eltérés, több nő halálát okozzák szív- és érrendszeri megbetegedések, mint férfiét. A KSH adatok szerint nőknél ez az arány 57, míg férfiaknál 45%. Eddig a Magyar Kardiológusok Társasága és a Kardiológus Világszövetség a szeptember utolsó vasárnapját dedikálta a szívvilágnapjának, de hát nyilván nem elég egy nap az egész évben erre felhívni a figyelmet. Igazi az lenne, hogy minden nap egyfajta szív tudatos nap lenne. Ha ez a hónap, akkor most hangsúlyozzuk, hogy a leggyakoribb szívbetegség a koszorúérbetegség, ami egy életkor után valamilyen szinten tulajdonképpen az ereinkben megjelenik. A nagy bajt akkor okozza, hogyha érelzáródás lép fel a koszorúéren, és akkor szívizom infarktus jön létre. Ez egy nagyon komoly halálozási tényező. Az összkardiovaszkuláris halálozásnak több mint felét adja Magyarországon. Van egyéb szívbetegség is, természetesen billentyű hibák, veleszületett szívbetegségek, de ezeknek a száma kisebb. A krónikus megbetegedések elkerülése érdekében nem feltétlenül kell drasztikus életmódváltásra gondolni. Ha mozgásszegényről aktívabb életmódra váltunk, 50%-kal csökkenthetjük a szívroham kialakulásának esélyét. Ehhez elég, hogyha például liftezés helyett a lépcsőzést választjuk. A megelőzés tekintetében tulajdonképpen az általános egészséges életmódot javasolhatjuk, ez a ereknek is nagyon jó lesz, ami azt jelenti, hogy a dohányzást mindenképpen el kell kerülni, a testsúlyunkat korrában kell tartani, ami egyre nehezebb az életkor előre haladtával, de a diétát így kell megválasztani, zsírszegény diétát kellene használnunk mindig, illetve a főzéshez a olívaolaj vagy repceolaj az, ami ajánlott. A zöldségek, a halak természetesen jól alkalmazhatók a diétában, de az összkalória mennyiséget akkor is követnünk kell, hogyha a testsúlyunk emelkedése ellen küzdünk, vagy netán csökkenteni akarnánk. Ezeket érdemes megfogadni, ugyanis szívünk közel 97 ezer kilométer hosszú érhálózatot lát el. Ez kifeszítve 2,5-szer érné körbe a Földet. Pozitív hatással van szervezetünkre a jó kedv is. Egy kiadós nevetés akár 20%-kal is növelheti a véráramlást testünkben, ez a hatás pedig akár 24 óráig is kitarthat. Idén vezettek be az európai irányelveknek megfelelően egy új gyógyszerazonosító rendszert az Unió területén. Minden egyes vényköteles gyógyszer dobozát kötelező ellátni egy úgynevezett QR-kóddal, amelynek legfontosabb célja a gyógyszer hamisítás visszaszorítása. A rendszer a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján 177 ezer patikát és 17 milliárd doboz gyógyszert érint uniós szinten. A dobozokon újonnan elhelyezett azonosító által ellenőrizhető a gyógyszer származása, illetve ha a kiadás után bármilyen probléma miatt visszahívná a gyártó a terméket, a patikusok tudni fogják, ki kapott az adott gyártási ciklusban készült készítményből, ezáltal könnyebben és gyorsabban értesíthetőek a fogyasztók. Ennek a lényege, hogy az összes újonnan elgyártott gyógyszert egy QR-kóddal látják el, ami az adott gyógyszer doboz szinten tudja azonosítani. Ezeket az azonosítókat a gyártók feltöltik egy központi adatbázisba, és a gyógyszertárak a gyógyszer eladásánál ebből az adatbázisból úgymond letöltik, hogy ez a gyógyszer valódi, vagy pedig hamisított. Ennek abból a szempontból van jelentősége, hogy mivel a gyógyszer hamisítás egyre nagyobb mértéket öltött, így sokkal egyszerűbb védekezni ellene, és könnyű eldönteni, hogy melyik gyógyszer valódi és melyik gyógyszer hamisított. Az új kód a gyógyszeres dobozon a gyakorlatban a gyógyszerészeknek ad információt az adott készítményről. Ez tartalmazza a termék gyártási adatait, a lejárat dátumát, a gyógyszer nevét és fajtáját. A vásárlók számára ez a jelölés nem tartalmaz látható, hozzáférhető információkat.
Szintén 2018 újdonsága volt a gyógyszertárakban az e-recept bevezetése. Az elmúlt időszakban kezdtek egyre nagyobb mértékben átállni az orvosok és a betegek is gyakrabban találkozhatnak az e-recepttel. A legegyszerűbb felismerni ezeket a recepteket arról, hogy nem kettő, hanem már három vonalkód található rajtuk, illetve rá van nyomtatva, hogy felírási igazolás. Ennek köszönhetően egyszerűsödhet a jövőben a gyógyszer kiváltása. De itt nagyon fontos, hogy mindenki csak a saját gyógyszerét tudja kiváltani ezekkel a receptekkel, illetve felírási igazolással lehet a hozzátartozók vagy ismerősök gyógyszerét kiváltani. Ha valakinél tehát nincs recept egy utazás során, akkor a saját gyógyszerét az ország bármelyik patikájában kiválthatja tajszámával, illetve személyigazolványával azonosítva magát. Hozzátartozóit azonban kizárólag a felírási igazolás ellenében adhatják ki. A gyógyszerek kiadhatósága továbbra sem változott, az e-recept tartalmazza a felírás dátumát, amelytől számítva 90 napig érvényes. Csalók élnek vissza a Nemzeti Közművek földgázszolgáltató nevével. Az ismeretlen elkövetők szükségtelen műszaki beavatkozások elvégzésére kötnek szerződést az ügyfelekkel, majd nem teljesítik a megbízást. A Nemzeti Közművek felhívta a figyelmet arra, hogy alkalmazottai és megbízottai külön kérés nélkül kötelesek felmutatni az arcképes igazolványukat. A gázmérőt leolvasó vagy szerelési munkákat végző dolgozóknak nincs felhatalmazásuk arra, hogy készpénzt vegyenek át az ügyfelektől, és az NKM semmilyen esetben nem végez helyszínen készpénzben fizetendő munkát. Kiemelték azt is, hogy a cég szerelői nem kötnek helyszíni szerződéseket, az ügyfeleket kéretlenül nem keresik meg. Müller Péter Szeretett könyv című nagy sikerű művéből született az a zenés monológ, amellyel Papa Dimitriou Atina színművész és Kutik Rezső gitárművész lépett fel kedden a Bencs Villában. Az előadás nem pusztán őszinte önvallomás, gazdagtanítás, de társkeresés is. A néző szeretetét keresi és szeretni segít. Papa Dimitriou Atina több mint 10 éve találkozott ezzel a könyvvel, és már akkor úgy gondolta, hogy lesz még dolga vele. Később Perjés János, a Spirit Színház igazgatója kérte fel, hogy csináljanak előadást a könyvből, és nagy örömmel mondott igent. Kutik Rezsővel válogattak hozzá zenéket, így született meg a produkció. Közösen kiollóztuk azokat a Müller Péter gondolatokat, amiket beleraktunk ebbe az előadásba, és beleraktuk egy olyan millióbe, hogy egy kvázi mi ketten készülünk egy fellépésre, és az én öltözőmben próbálunk, elkezdjük próbálni az estet, de közben mindig megzavar egy-egy gondolat, és akkor azt elmondom, van vetítés, tehát egy olyan kis izgalmas kis 60 perc. A szeretet a legnagyobb szavunk. Minden örömünk és gondunk mögött ez az egyetlen szó rejlik. Müller Péter könyvében szól a szerelemről, a barátságról, a női és a férfi sorsról, a párkapcsolatról és a magányról, a saját lelkünkkel való barátságról és az elmúlhatatlan égi szeretetről is. A művésznő úgy véli, ebben az érzelemmentes világban fontos, hogy feltámasszuk az érzést az emberekben. Benne van a génjeinkben a szeretet, de ma minden mást fontosabbnak érzünk. Szerinte sokan kezdenek rájönni, hogy nem ez a jövő. Papa Dimitriou Atina szeretné kimozdítani az embereket ebből a lelki siválságból, és ehhez tökéletes út a szeretet könyv. Meg nagyon mélyen átérzem ezeket a szövegeket nekem. Mondjuk csak megtanulni volt nehéz, mert nagyon gyorsan kellett volna. Ki volt már tűzve a dátum, és sok munkánk volt közben, és hát gyorsan kellett megtanulni. De átadni nem nagyon nehéz, mert én amikor a lemezt is csináltuk, én csak olyat, nyilván ha én magam választom, akkor olyat csinálok, olyan gondolatokat, amiket én átérzek, és amiket át tudok adni. Tehát amiről én nekem sincs semmi fogalmam, azt ugye elmondom, és aztán az kit érdekel, azt nem szeretem. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem volt nehéz, és bizony minden egyes előadáson megvan az az egy pár vagy kettő, akik már az első gondolat után így összemennek, megfogják egymás kezét, a lány ráhajtja fejét a férfi, és akkor mindig megnyugszom, hogy igen, na erről van szó. A Bencs Villa jövő heti programja a zenebarátoknak szól. Az a cappellárt együttes koncertjét hallhatják majd az érdeklődők.
Azt követően márai estet láthat a közönség Horváth Réka és Horváth László Attila előadásában, és hamarosan Gáspár Tibor színművész is a villa vendége lesz. Három érmet szereztek a nyíregyházi atléták a budapesti fedett pályás országos bajnokságon. Bakosi Péter magasugrásban 222 cm-rel, Zajácz Petra hármasugrásban 12 méter 55 cm-es teljesítménnyel végzett az élen. A szintén hármasugró Pál Robin 15 méter 33 cm-es eredménnyel a második helyen zárta a versenyt. 45. alkalommal rendezték meg a fedett pályás országos bajnokságot, amelynek ezúttal a budapesti bokcsarnok adott otthont. A 28 versenyszám többségében a legjobbak álltak rajthoz, mivel még lehetett teljesíteni a glasgowi Európa-bajnokság kiküldetési szintjeit. A nyíregyháziakat ezúttal az ugrók és a dobók képviselték az OB-n. Aránylag kis létszámú csapattal vettünk részt, hiszen nem minden szakág építette be a felkészülésbe a fedett pályás versenyeket. Itt például a futók nem indultak most, inkább a nyári versenyekre készülnek. Ez azt jelenti, hogy 7-en, illetve 8-an vettek részt a bajnokságon, és ebből két bajnokot sikerült, illetve két bajnokságot sikerült nyernünk. Bakosi Péter magasugrásban, egyéni csúccsal, 222-vel, illetve Zajácz Petra a hármasugrásban szintén egyéni csúccsal nyerte a versenyszámát. A két arany mellett született egy nyíregyházi ezüstérem is, Pál Robin 15-33-as ugrással mindössze 5 cm-rel maradt le az első helyről. A német válogatott ugró szakágának vezetőjével, Kis Tamással készülő Bakosi Péter 222 cm-es egyéni csúccsal végzett az élen. Örülök neki, hogy sikerült megszerezni a 8. fedett pályás bajnoki címemet. Már éreztem magamban egész szezonban, hogy ebből jóval több lehet, mint amit eddig produkáltam. Ugye a verseny előtt 218 centi volt a idei legjobb, ami ezt Németországban van helyben ugrottam. Ott is több volt a versenyben. A kinti edzőm, ugye Tamás és ezt beszéltük, hogy van egy-két hiba, azt még ki kéne javítani, és akkor ebből még bármi kisülhet. Hát ugye ennek a versenynek is úgy kezdtem el, hogy szépen megfontoltan, nem elsiettem, és hát szerencsére megjött a eredménye is. 22-vel sikerült megnyerem a versenyt, és a 24-es se kell sok. Bakosi Béla szerint az új egyéni csúcs megerősítése a télen elvégzett munkának. Nagyon kellett ez az eredmény. Tavaly nyáron nagyon mély pontra került Péter, nem igazán jöttek be az eredmények, nem úgy ugrott nyáron se, ahogy várta, és már a visszavonulás gondolatával foglalkozott. Igazából ez az eredmény az, ami újra a hatalmas lökést adott neki. Tehát nagyon jó hangulatba várja, és azt mondta, hogy készül nagyon a nyárra. Lesz univerziádi, csapat Európa bajnokság, világbajnokság, tehát van bőven olyan nemzetközi verseny, amire lehet készülni. Ezzel az eredménnyel is már több nemzetközi versenyre remélem meg fogják hívni, ahol olyan körülmények között tud ugrani, ahol lehet végül is vannak ellenfelek, és tud jó eredményt elérni. Bár Péter elmaradt az EB-szintől, a 222 centivel 16. az európai ranglistán, így ha néhányan kihagyják a kontinens viadalt, a nyíregyházi magasugró meghívást kaphat Glasgow-ba. A hétvégén a nyíregyházi ifjúsági és juniorkorú versenyzők a budapesti fedett pályás országos bajnokságon és a szombathelyi téli dobóbajnokságon állnak rajthoz. A megyei első osztályú tabella 13. helyén állva várja a tavaszi rajtot a Máté Szalkai futballcsapat. Az idén 100. születésnapját ünneplő MMTK célja, hogy a középmezőnyben zárja a bajnokságot. A Máté Szalka vasárnapi szezonnyitón idegenben a Balkán ellen lép pályára. A várakozáson aluli őszi szereplést követően a tabella alsó régiójában várja tavaszt a Máté Szalkai futballcsapat. Az utolsó 4 őszi fordulóra kinevezett Tempfli Imre irányításával 7 pontot gyűjtött az MMTK, így hasonló folytatásban reménykednek az idén 100. születésnapját ünneplő egyesületnél. A felkészülés január közepén kezdődött, egy kisebb edzőtábort is be tudott iktatni a programba a csapat, amely a megyei igazgatóság által szervezett műfüves tornán is pályára lépett. Az őszi keretből Gábor Patrik és Hozsvá Szabolcs távozott, érkezett viszont Botos Dániel, Botos Sándor, Tempfli Péter és a kapus Szilágyi Patrik. Fontos, hogy olyan játékosokat sikerült visszacsábítani, akik eleve itt nevelkedtek, vagy pedig már korábban játszottak itt. Így aztán hozzánk került a Botos Fivérek,
közül a Dániel és a Sándor, akivel úgy gondolom, hogy a szakmai stáb azért is lehet elégedett, mert egy stabil középpályás posztot betöltő játékosokról van szó. Ennek következtében talán egy kicsit a támadó futball előtérbe helyeződhet a tavaszi szezonban, és egy innen Máté Szalkáról származó kapust is sikerült visszaigazolnunk, aki a DVSC-nek az akadémiáján nevelkedett, majd pedig a Hajdúböszörményben volt az előző szezonban, így ő jött még ide vissza hozzánk. Én remélem, hogy ő is a csapat segítségére tud lenni. A csapat játékos edzője bízik abban, hogy a bajnokságot a középmezőnyben zárja majd a Máté Szalkai MTK. Úgy gondolom, hogy elég jól sikerült összeállni télen. Mindazok mellett, hogy voltak sérülteink, és vannak még sérülteink, akik, de úgy néz ki, szépen lassan kiegyenesedünk. Én úgy gondolom, hogy ez a tavaszi szezon jó szezon kell legyen. Nagyon jó készültünk, úgy érzem én. Ezt majd a meccsek majd meg fogják mutatni biztosan. Én úgy gondolom, hogy nem szeretném elhamarkodottan elkiáltani magamat, de úgy gondolom, hogy meg fogjuk állni a helyünket, és mindenféleképpen az a cél, hogy bennmaradjunk, az nekem egy kicsit kevés. Én úgy gondolom, hogy picikét még feljebb is kéne tornászunk magunkat vajonosan. Tehát nem csak a kiesést elkülön, hanem úgy gondolom, a középmezőnyben szeretnénk én végezni, az én saját célkitűzésem. Úgy gondolom, hogy a keret adott rá. Remélem, hogy nem hazudtam magamat. A fiúk nagyon jól készültek, munkát elvégezve, én úgy gondolom, hogy bennünk lesz a jó eredmény. Az MMTK idegenben kezdi a tavaszi szezont, vasárnap a Nyíregyházi Városi Stadionban a Balkány ellenlép pályára Tenflimre együttese. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Jelentős munkaerőhiány van szinte minden építőipari szakmában. Általános probléma, hogy a fiatalok nem ismerik az építőipari szakmákat, így például nem tudják, hogy mit csinál egy ács vagy egy kőműves. Fontos lenne megszólítani a diákokat és a szülőket is, hogy megismerjék a különböző szakterületeket, állítják az iparág szakértői. Mozgásszegény életmódról aktívabb életmódra váltva akár 50%-kal csökkenthető a szívroham kialakulásának esélye. A kockázatok csökkentése érdekében fontos az egészséges táplálkozás, a megfelelő mennyiségű mozgás és a káros szenvedélyek elhagyása is, ugyanis a szív- és érrendszeri betegségek a vezető halálokok Magyarországon. Minden egyes vényköteles gyógyszer dobozát kötelező ellátni egy úgynevezett QR kóddal, amely legfontosabb célja a gyógyszer hamisítás visszaszorítása, de egy esetleges visszahívás esetén is nyomon követhető a doboz útja, vagyis a gyógyszerészek név szerint tudják, hogy ki vásárolta meg az adott készítményt. A rendszer a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján 177 ezer patikát és 17 milliárd doboz gyógyszert érint uniós szinten. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták február 20-án szerdán. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Csütörtök reggelig változóan felhős idő várható, majd késő estétől megnövekszik a fátyol felhőzet. Éjszaka párással válik a levegő, köd is képződhet, zápor előfordulhat. A nyugati szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és 0 fok között alakul. Csütörtökön felhős idő valószínű hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, majd délutántól beborul az ég. Kezdetben párás lesz a levegő, majd fokozatosan kitisztul az idő. Eső zápor egyaránt valószínű. A nyugati szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 12 fok között alakul. Pénteken a délelőtti órákban hideg front vonul át felettünk, esők, záporok kíséretében. Nyomában viharossá fokozódó északi széllel igen hideg levegő árasztja el térségünket, emiatt a hétvégére visszatér a tél. Csapadék nem valószínű, több órás napsütés várható, de mégis hideg lesz. Hajnalban erős fagyra, és délután is csak kevéssel fagypont feletti hőmérsékletre számíthatunk.
A hideg idő nem tart sokáig, a jövő héten már ismét enyhülésre számíthatunk. Visszatér a tavaszias idő.